Üdvözlöm Önöket a hangmérnök Kemény Dániel barátom nevében is. A mai jazz-teszben az Igen Jazz Quartet kiváló dobosával, Bagó Istvánnal hallhatnak beszélgetést. Most elsőként Wayne Shorter Anna Maria című kompozícióját hallhatják az Igen Jazz Quartet előadásában. Kiváló dobossal, az Igen Jazz Quartet vezetőjével, Bagó Istvánnal beszélgetek. Először arról kérdezzenek, hogy hogyan választottátok a zenekarnak ezt a nevet. Szerbusz Laci, köszönöm, hogy felhívtál. A nevünk az tulajdonképpen a keresztnevünk első betűjéből keletkezett. Egészen pontosan a Márkus Norbert felesége adta nekünk ezt a nevet. Egész egyszerűen az István, a Gyuri, az Erik és a Norbert névnek a kezdőbetűje. Így alakult az Igen Jazz Quartet. Ha már itt tartunk, akkor nevesítsük pontosan a hangszereket és a zenészeket, hogy kik voltak ebben. Igen. Akkor kezdeném a szaxofonnal. George Radisavljevic a tenor szaxofonosunk, egy szerb-magyar állampolgár, több évtizede lakik itt, és egy nagyon vígkedélyű, nagyon szorgalmas, és szerintem barátomnak is lehet nyugodtan őt mondanom. A bőgön Erik Áll, holland-magyar kollega, ő is évtizedek óta Magyarországon él, ide nősült, remekül beszéli a magyar nyelvet, és
Hát ő is a hangszerzen már körülbelül a 90-es évek eleje óta játszik. És a kiváló zongoristán pedig Márkus Norbert, ő pedig szintén 90-es évek végén egy rendkívül nagy és komoly zenei karriert futott be. Gonda János tanítványa volt a jazz tanszakon, majd cserediákként New Yorkban is tanult, a Purchase Egyetemen, utána Németországban is eltöltött egy kis időt, szóval neki rendkívül színes szakmai élete volt. És én, és így vagyunk mi négyen. Ugye Norbert, ő mint zeneszerző is megmutatkozik ebben a műsorban. Igen, ő hangszerelést is tanult, meg zeneszerzést is, és gyakorlatilag a számok jelentős részét azért ő komponálta, illetve hát az Eriknek is vannak kompozíciói, amellett, hogy más jazz standardeket is játszunk. Hogyan jött össze ez a zenekar? Hogyan ismerkedtetek meg? Ezt úgy kezdeném, hogy ugye én voltam az, akit legkésőbb vettek fel a zenekarba. Igazából ők hárman a tatabányai jazztáborban ismerkedtek meg, a 90-es évek elején, közepén, nem is tudom pontosan. Az Erik Norbert és a Giorgia már azóta ismeri egymást, és én körülbelül a 2015-16 tájékán csatlakoztam a zenekarhoz, én egy másik zenekarban játszottam, és az Erikkel véletlenül összefutottunk, és az Erik révén megismertem a Giorgiét, és akkor a Giorgia révén pedig a Norbit, és akkor így alakult a későbbiekben az Igen Jazz, és azóta is együtt zenélünk. A Norbi meg a Giorgia már ismerte egymást, már együtt is jártak az amszterdami konzervatóriumban is, tehát ők már gyakorlatilag barátok voltak akkor, úgyhogy ők már nagyon régen egybeszort trióként zenéltek együtt, és én utánuk csatlakoztam a 2016 tájékán, 2015-2016 tájékán. Szeretném, hogyha a Sierra Nevada című kompozícióról, ami Márkus Norbi száma, hogyha erről mondaná egy pár szót. Igen, Sierra Nevada, Márkus Norbert írta a 90-es években, és ennek a szám címnek az a sztoria, ahogy én tudom, hogy ő térképet felcsapta, és egy mindenféleképpen valami országról szerette volna elnevezni ezt a szerzeményt, és a Sierra Leone afrikai országot találtam megfelelőnek. És először ez volt a címe a számnak, és utána pont Magyarországon koncertezett az Oregon nevű formáció, ez biztos mond neked valamit. Hogyne, persze. Rock Towner, meg Trilog Gurtuék itt koncerteztek Magyarországon, és pont volt egy Sierra Leone című számuk. És akkor erről lemondott, és tovább öngészve a térképet, Sierra Nevada lett a számnak a címe, szóval ennek ez az érdekessége. Most az előbb említett Sierra Nevada című kompozíciót hallhatják, a szám bevezetője Kenny Kirtland Midnight Silence című kompozíciója.
A mai jazzben a kiváló dobossal, Bagó Istvánnal beszélgetek. Egy picit a te karrieredre rátérve, ugye tiéd egy nagyon érdekes gyerekkor volt, fiatalkor volt, hiszen Brazíliában éltetek szüleiddel hosszú ideig, úgyhogy talán ez is hozzájárulhatott ahhoz, hogy dobos lettél, hiszen hát ha van olyan ország, amire rögtön a ritmus jut eszünkbe, akkor az biztos, hogy Brazília.
Hát minden okokozat. Tulajdonképpen azért az első hangszer az nem a dob volt, amivel találkoztam. Anyai nagyapám révén 4 éves koromban körülbelül Újpesten laktak, és mindig vittek oda hozzájuk a nagyszüleimhez, és neki volt egy nagy törzsfa szekrénye, és annak a mélyen egy hegedű volt, egy nagyon szép hegedűje volt a nagyapámnak, és ő ilyen amatőr szinten hegedült, főleg népdalokat játszott, és engem elkezdett tanítani. És a legelső hangszer, amivel kontaktusba került, az egy hegedű, és elég hamar megtanultam így a dallamokat, úgyhogy ez volt az első találkozásom a zenével, és utána pedig ezt én szerintem a szüleim is észrevették annak dacára, hogy ők nem voltak zenészek, inkább csak zenehallgatók. Engem beirattak a Marcibányi térén ének-zene tagozatos iskolában kezdtem az első osztályt. Azt hiszem, ma már Kodály Zoltán ének-zene tagozatos iskolához, és így egy kicsit közelebb kerültem a zenéhez, még inkább. Édesapámról azt kell tudni, hogy egy 5 nyelven beszélő közgazdász külkereskedelemmel foglalkozott, és őt egyszerűen kiküldték Brazíliába dolgozni, és hát ő vitte a családját. És én ott kezdtem iskolába járni. És hát az első zenei ingerek az ottani helyi muzsikusokkal, helyi zenével, karnevállal kapcsolatos élmények, amelyek nyilván elindítottak egy olyan út irányába, ami jelenleg is tart, azt kell, hogy mondjam. Tehát Brazíliának jellegzetes hangszerei nem csak a Portugáliából származó cavaquinho, az egy kis gitárocska, hanem azért az ütőhangszerek, amely az afrikai befolyás után az ottani kultúrával, indián kultúrával keveredett. És hát az iskolatársaimmal együtt rendkívül sokat dobolgattunk, megtanítottak a batukádára, hallgattuk a helyi zenét, a muzika populár brazilérát, és innen adódott az, hogy a ritmus világába betekintést nyerhettem. Tehát mindenféleképpen ez egy kezdeti indulás volt számomra zeneileg. Ez, amit említettél, hogy megtanítottak, ez egy hangszer? Vagy egy fajta zenei stílus, ez a batukála, ha jól értettem? Batukált, amikor többen egy csoportban összeverődnek a gyerekek, és akkor a szamba ritmust több hangszeren, több ütős hangszeren játszák. Van ugye egy pár ütős hangszer, például a tamborin, akkor a kis pandeiro, meg szurdó, meg ilyen dobokkal együtt egy rendkívül komplex ritmikát játszottunk. Akkor vagy tanítottak játszani engem, és akkor én is részt vettem ezekbe a kis szeánszokba. És akkor többen ritmusképleteket tanítottak neked, amit ezeken a különböző... Igen, hát a szambának különféle ritmusait... Akkor a bosszanovának különböző ritmusait, tehát az ottani, általában azokat a ritmusokat, amelyeket a karneváli felvonulásokon szoktak játszani. És akkor ezeket tanulgattam akkor. Most Nelson Cavaquinho Juízo Final című szamba felvételét hallhatják. Há de brilhar mais uma vez a luz, há de chegar aos corações do mal. Será queimada a semente, o amor será eterno novamente. É o juízo final, a história do bem e do mal. Quero ter olhos pra ver a maldade desaparecer.
e do mal. Quero ter olhos pra ver. A mão pede desaparecer. Mai Jazzben a kiváló dobossal, Bagó Istvánnal beszélgetek. Ugye a bossanova az egy nagyon érdekes műfaj, mert ugye az egy később kialakult zenei stílus. Én úgy tudom, hogy talán az 50-es, 60-as években jött létre, tehát ott az mennyire élő hagyomány tulajdonképpen, mennyire hallgatják ők ezt a fajta zenét is, mert ugye ez egy picit visszafogottabb zenei stílus, mint a szamba, tehát kevésbé a tántra épül. Hát a bossanova az tulajdonképpen Rióból a riói boácsiknak, boácsik ezek ilyen bárok, ahol a felső középosztálynak a zenéje volt a bossa nova, az nem is inkább ilyen rabszolgasságból ered, mert a szamba az gyakorlatilag a mai Angolából odahurcolt rabszolgáknak és a leszármazottjaiknak a kultúrája, mert történészek szerint a szambának is kétfajta indulása volt. Ugye az egyik az, amikor az afrikai úgynevezett umbigádákat táncoltak, ez egy tánc, amikor a hasukat összeérintették, és akkor körbeálltak, és az a ritmus, amivel táncoltak, onnan ered a szamba. A másik elmélet szerint pedig, amikor São Paulo államban a rabszolga felszabadítás után, a 19. század végén, amikor a fekete rabszolgák ugye elkezdtek munkát keresni, akkor ők ugye a társadalmi ranglétrának az alsó fokán helyezkedtek el, és akkor különféle elszigetelt kis helyeken, ők úgy mondták, hogy nagymamáknál gyakorlatilag ilyen kis ünnepségeket tartottak, és ezt hívták szambának. Tehát kétfajta ilyen elmélet létezik. A bossanova pedig már egy elitebb felső középosztálybeli kultúrkörből származik, ami a Rio de Janeiro-nak a bárjaiban született gyakorlatilag, úgy tudom. És az kevésbé tánczene, ugye, mint a szamba? Hát ez egy lassú, az is egy szambának egy deriváltja, hogy így mondjam, de az egy lassú, lassabb ritmika, lassabb, igen, az már egy ilyen kis isznak mellette, tehát nem éppen a dinamikájáról híres, hanem inkább az ilyen lassabb, melankólikusabb zenéket játszanak. Persze lehet azt így gyorsan játszani, de általában Brazíliában ugye gitárral is kísérték, és akkor általában ilyen sörözés mellett játszották, tehát nem táncoltak rá annyit, amennyire mondjuk a szambára lehetett táncolni, vagy amennyire a szambára táncoltak. És ott ez egy abszolút élő hagyomány volt, ezek a brazil zenék, vagy azért ott is már a élő hagyomány a mai napig, igen, tehát élő hagyomány a mai napig is, hiszen a karneváloknak ott egy héten keresztül nyomják a szambát, és ezt pontozzák is, tehát egy zsűri pontozza a dobosokat például, tehát több mint 8, azt hiszem 9 ilyen egy-egy szamba iskolának, amikor végig vonul, akkor a dobos szekciót külön pontozzák, tehát ők egész évben erre készülnek, erre a felvonulásra, és 9 kategóriát pontoznak, köztük a dobosokat is, és hát ugye ott 80-100 dobos egyszerre kell, hogy vonuljon, tehát ott egyfajta összhangnak kell lenni, és ezt gyakorolják egész évben. Most Sergio Mendez Sambina Bossa Nova című felvételét hallhatják.
A mai jazzben a kiváló dobossal, Bagó Istvánnal beszélgetek. Ezzel a fajta dobolással úgy értve, ami mondjuk egy jazzzenekarban van, tehát hogy ilyen dobszerkon lévő dobolással, ott kezdtél foglalkozni Brazíliában? Ott kezdtél tanulni? Nem. Amikor hazajöttünk, akkor elkezdtem itt a középiskolát, és akkor itt már ugye emellett azért a zenehallgatásnak óriási szerepe volt. Mert például, amikor én kint voltam, én az akkori Magyarországon hallható zenékről nem sokat tudtam. És pont abban a korban voltam, a 13, 14, 15 éves, amikor eléggé fogékony az ember a zenére, és 80-es évek elejéről beszélünk, és az akkori zenei stílus, ami engem megfogott, az nem is a jazz volt, még nem is a szamba, hanem igazából elkezdtem az Edda műveket hallgatni, tehát rockot hallgattam. És hát biztos emlékszel rá, Edda művek, P-Mobil, Dynamit, Hobo Blues Band, ezeket az együtteseket én abszolút nem ismertem akkor, csak amikor hazajöttem. És ez nekem óriási élmény, V-motorok, tehát Color együttes például, nem tudom mondani neked. Hogyne, persze. Nagyon szerettem. És ezzel... És utána ezeket megismertem és hallgattam, utána belebotlottam egy Billy Cobham lemezbe a Spektrumba. Hát igen, az egy nagyon meghatározó album. És onnantól kezdve egy ilyen lassú irányváltás a jazz felé. És akkor megalakítottunk, ahol laktunk, Budakeszin laktam abban az időben, és megalakítottunk egy privát klub nevű együttest, ahol fúziós jazz kezdtünk el játszani. Brazília után én nem egyből a dobszerkó mögé ültem, hanem hogy én basszusgitározni szerettem volna, és kipróbáltam a basszusgitárt nekem, mert az első hangszám az basszusgitár volt. És megvettem egy akkori triál üzlet, azt mondja, triál üzletnek hívták, a Paul McCartney-nak a basszusgitárának a másolat, ez egy bolgár Cremona gitár volt. És én basszusgitározni kezdtem, majd úgy alakult, hogy az együttesből a dobos, az valami elköltözött, azt hiszem, nem is tudom pontosan mi volt, de kivált az együttesből, és kellett egy dobos. És azt mondták, hogy oké, Pisti, akkor üljél, ott volt egy dobszerelés, akkor Pisti, akkor üljél be a dobok mögé, és ameddig nem szerzünk egy másik dobost. Ugyanis volt még egy basszusgitáros, és akkor ő váltott ilyen. És azóta ott maradtam a dobszerkó mögött, gyakorlatilag. És akkor valakitől tanultad is, vagy ezt utána autodidakta módon el tudtad saját? Nem. Én elmentem a Schmidt Andráshoz a Bakator utcában tanulni. Gyakorlatilag a gimnázium alatt végig engem, mint magántanár tanított. És egészen addig, hogy fölkészített engem a Szófia utcai OSK-ig, ahol sikeresen fölvettek, úgyhogy én az OSK-ra jártam a Szófia utcába. És utána elhatároztam, hogy zenész leszek, és semmi más nem érdekelt. Aztán ugye a szülői nyomás az mindig az, hogy hát fiam, azért legyen egy tisztességes szakmád is, tanuljál, fiam, mert nem lehet ebből megérteni, hát ismered ezt a sztorit. Persze, hogy nem. És sok igazság is van benne egyébként. És sok igazság is van benne. És akkor elmentem szakmát megtanulni, IT mérnök lettem, végzettségem, úgyhogy mellett elkezdtem a szakmába is dolgozni. De a zene az párhuzamosan megmaradt a zenélés, és egy kis kihagyással, ugyanis amikor megszületett a kislányom, akkor én ezt a zenélést abba hagytam, majd 2010-ben találkoztam egy nagyon régi ismerősemmel, aki egy szakszofonossal, aki mondta, hogy hát Pisti, hogyha visszatérnél a zenéléshez, próbáljuk meg, és akkor egy kis úszolás után megint elkezdtem zenével foglalkozni, zenélni. És akkor így alakult ki, hogy utána egészen az Igen Jazzig, ahogy ugye a megismerkedést az elején elmondtam, úgy azzal a formációval játszom a mai napig is. Az egyik kompozíció az Arrowwood Hotel című szám, amit küldtél, szintén Márkus Norbert szerzeménye. Igen. Ez pedig abból az időszakból származik, amikor cselediákként az Egyesült Államokban tanult. Amikor kiérkeztek, hogy elfoglalják a kollégiumot, akkor nem volt hely, és ideglenesen keresni kellett egy szállodát. És
és egy olyan 30-40 kilométerre ezt a szállást találták, ahol ő megszállt, az Arrowwood Hotelbe. Ez a hotel annyira tetszett neki, hogy meg is lette, hogy ezt a címet adja a kompozíciójának. Thank you.
A mai jazzben a kiváló dobosa, a Bagó Istvánnal beszélgetek, és hát visszatérve a zenekarodra, ugye a közeljövőben lehet benneteket élőben is hallani, játszani. Igen, május 19-én fogunk az Izbe játszani. Egyébként még az Igen Jazzről annyit, hogy ugye 2016-ban alakult, és azért elég sok helyen tudtunk, volt szerencsénk játszani. Én is átvettem ugye a zenekar menedzselését, ugye koncertszervezés, amiért szintén egy elég nehéz műfaj, de aztán már a többi tag is segített benne, és ők is menedzselték ezt a részét. Ez érdekes, mert elég sok helyen megfordultunk, tehát játszottunk már a Nádor teremben például, ez egy nagyon szép 150 fős terem, akkor Szerb-Magyar Kulturális Központban, akkor Zserbó étteremben, a Centrál Kávéházban, akkor Visegrádon, a Négycsillagos Szállodában, akkor Siklubba, Debrecenben, sőt, még a Holland Nagykövet rezidenciáján is, meg részt vettünk egy holland turnén, tehát azért elég sok helyen megfordultunk így az Igen Jazz formációval. Sőt, Hollandiában egy fesztiválon is játszottatok, ha jól tudom, egy komoly fesztivál. Igen, az is egy nagy szerencse volt, és nagy-nagy élmény, hogy egy hollandiai körúton is részt tudtunk venni. Gyakorlatilag a Hollandia öt városában tudtunk játszani. Az eredeti fesztivál az Roermondban volt, 2018-ban, majd Hágában, Utrechtben, Haarlemben és Maastrichtben is játszottunk, tehát az egy nagyon nagy élmény volt tényleg, az feledhetetlen élmény volt. Persze nyilván azt hozzá kell tenni, hogy azért ez ismerős és kontakt nélkül ez nem megy, tehát ez nagyon nehéz, tehát volt egy az Eriknek az egyik ismerőse fesztivált rendezett, és ő hívott meg minket. Azelőtt már egyébként megcsináltunk egy demo felvételt is a Superstars stúdióban, amit lehet, hogy le is fogsz játszani. Hogyne, persze. És hát ezeket a felvételeket mi kiküldtük Hollandiában, és úgy gondolták, hogy meghívnak minket. Úgyhogy ez nagyon nagy élmény volt. Nagyon sok sikert kívánok az IFES koncertre és minden máshoz is, és ha lesznek új felvételétek, akkor szeretettel várunk a műsorban. Nagyon-nagyon szépen köszönjük a lehetőséget. Most Michel Legrand You Must Believe in Spring című szerzeményét hallhatják az Igen Jazz Quartet előadásában. A felvétel Hollandiában készült. Mm-hmm.